Egyre többen rendelkeznek ügyfélkapuval, amelynek segítségével elektronikusan megnézhetik, illetve módosíthatják a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet. Akik március 18-áig kérték, azok április 30-áig postai úton kapják meg a tervezetet. Aki nem élt ezzel a lehetősége, az május 20-áig még nyithat ügyfélkaput, ahol számára is elérhető lesz a megtekintés és a módosítás. Akik pedig a hagyományos, papíralapú módszert részesítik előnyben, azok számára ügyfélszolgálaton kinyomtatható a tervezet, és az ott dolgozók segítenek a kitöltésben is. Fontos, hogy ha valaki elfogadta a tervezetet, már nincs lehetősége annak módosítására. Országosan már 5,6 millió adózó várhat segítséget a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól a bevallási tervezetek kapcsán. Ugye az idejében bővült az a kör, akiknek elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezt a tervezetet, így már az egyéni vállalkozók is élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy benyújtsák ezt. Természetesen nekik, illetve az őstermelőknek, valamint az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek is ki kell egészíteni a pénzügyi adataikkal ezeket a bevallási tervezeteket. Automatikusan az ő részükre nem válik május 20-án bevallásra ez a tervezet. Azonban minden más magánszemély részére pedig igen. Természetesen nekik is érdemes átnézni ezt a bevallási tervezetet, hiszen lehetnek olyan jövedelemforrások, amelyekről a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak nincs adatszolgáltatása. Ilyen például a munkabérből származó jövedelemnek minősülő ingatlan bérbeadása is. Sokan nem tudják azt sem, hogy vannak olyan betegségek, amelyek után a magánszemélyeknek havonta 7450 forint adókedvezmény jár. Ilyen például a hallási, látási vagy mozgásszervi fogyatékosság, a laktózis gluténérzékenység miatt fellépő betegségek, az egyes típusú és a szövődményekkel járó kettes típusú cukorbetegség. Ők az adóbevallás szempontjából a kormányrendelet alapján súlyosan fogyatékos személynek minősülnek. Ezek a személyek az SZIA benyújtásakor a bevallási tervezetben szerepeltethetik a súlyosan fogyatékosság után járó kedvezményeket, akár 5 évre visszamenőleg is. Nagyon sokan nem tudják, hogy akik a korábbi években nem vették igénybe ezt a fajta kedvezményt, azok egy bevallás módosítással, tehát egy revízióval 5 évre visszamenőleg igényelhetik még ezeket a kedvezményeket. Természetesen ezt fel kell tüntetni a bevallási tervezetben is, illetve a jogosultsági hónapokra vonatkozóan meg kell jelölni azokat az adatokat, amelyekben kérik ezt. Az 1+1%-os felajánlás is problémát okoz még néha, évente átlagosan 150 ezer ember rontja el az erről szóló nyilatkozatot. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy csak olyan civil és egyházi szervezetnek ajánlják fel az 1%-ot, akik jogosultak erre, ezt a listát pedig a NAV honlapján elérhetik. Ha valaki nem módosítja az előző évi egyházi felajánlást, idén automatikusan ugyanaz a szervezet kapja az összeget, míg a másik 1% az államkasszába kerül. A törvények szerint a fel nem ajánlott, elkülönített számlán szereplő 1%-os összegeket különböző pályázatok finanszírozására fordítja az állam.